Egy nagyon nem mutatkozó, mert a legtöbben ismertek. Itt egy kicsit visszakanyarodva, egy igazából egy mini konzorciumot képviselek jelenleg, tehát a saját szerint a Linux, a HTTP alapítványt, és az IVS-t, az utóbbi az Informatikai Vállalkozások Szövetsége, a HTTP alapítvány pedig egy olyan non-profit szervezet, amelyik a középiskolai, és ezen belül is hisz a középiskolai tanároknak a továbbképzését végezte évek óta eddig is, non-profit alapon. Elsősorban hálózati tanulmányok területén, mivel hogy ők itt a Cisco szponzorálja. Kicsit összeálltunk egy ilyen kis önkéntes csapatban, és a lényeg az, hogy elhatároztuk, hogy már pedig most megreformáljuk a magyarországi informatika oktatást. Jó, az egészből itt az a lényeg, hogy én ugye fejvadász vagyok, és úgy kerültem a történetbe, hogy fejvadászként azért mi két dolgot látunk a piacon. Az egyik, hogy nincs informatikus, mint hogy elég, tehát itt rajtatok kívül. És a másiknak, hogy egyre kevesebben választják ezt a szakmát. És a harmadik, hogy az ügyfelek megrendeléseink keresztül azért tudjuk, hogy mire van szükség, milyen technológiákra. És itt, ami kiderült a frissen a pályakezdők köréből, és különösen a középiskolát végzett informatika tagozatosok köréből, az az, hogy amit ők tudnak, az köszönő viszonyban nincsen azzal, amit mi kell a piacnak. De ezzel valószínűleg ti is találkoztatok már. Jó, 2016. februárjában tavaly két állítás hangzott el tanárok részéről. Az egyik, hogy van egy olyan érzésem, hogy amit tanítunk az elavult, és egyáltalán nem kell a piacnak, illetve egy olyan érzésem is van, hogy ami viszont kell, ahhoz mi nem értünk. És ezzel a felkéréssel vonultunk ki az egyik budapesti szakközépiskolába informatika órát, az informatika oktatással kicsit közelebbre megismerkedni, és ott elhangzott egy olyan állítás, hogy egy átlagos 30 fős osztályban kb. Ketten akarnak informatikusok lenni. Tehát ez a... Tehát jól hallottatok, tehát nem gimnáziumról beszélek, hanem aki informatika tagozatos és szoftverfejlesztő szakon van például. Tehát a 4 év alatt, mire elvégzi, az díjra megutálja. Na, szóval kimentünk, elmondtuk nekik ezt a listát, hát kb. Ezeket igénylik ugye az álláspiacon most a cégek, meg ti is a projektekhez. És persze tudni kell, hogy hogy kell tanulni, önmagadat hogyan kell fejleszteni, hogy kell googlizni, biggizni, hát ti ezt tudjátok. De azt mondjuk nem tanítják. Ebből semmit, szinte semmit. Mit kiderült. És akkor tanárok csináltak így. Mikor ezt itt lediktáltuk nekik, hogy ezt kéne tanítani, és ami volt ehelyett, az a Pascal volt. Nagyon egyszerűsítem, de kb. És akkor kitaláltam azt, hogy hát akkor legyen egy ilyen, hogy fogadjon örökbe mindenki egy informatika tanárt, és tanítsa meg. Találtam ezt kicsit azért ciki, mert olyan, mint az állat kell. Úgyhogy ehhez lett az Infotanár Mentor program, kis brainstorming után. Hát nektek tájékoztatásul, tehát a magyar oktatási helyzet jelenleg valami ilyesmi. Tehát, hogy rendelet hátán a Guinness rekordok könyvében belefér a szakképzési törvény, a világ leghosszabb törvényéről beszélünk, amit egy iskolaigazgatónak be kell tartania, tehát mindenre van ideje, csak arra nem, hogy tanítsa a gyerekeket a tanár. És ez a szemléletmód, ami az iskolában uralkodik, ez igazi, tehát ez ebből botrány volt, ezt ismeritek, csak ez mondjuk itt a Kaposvári Egyetem, ugye a rektorának csodálatosan azzal foglalkozik, amivel kell neki, de hogy a szakközepekben meg a gimnáziumokban is egyre inkább, tehát ugyanez megy. Ami még megy, azok rettenetes munkakörülmények. Ez igazi. Tehát ez egy budapesti műszaki szakközépiskolának a WC, vagy tehát a mosdója. Ezek pedig a falak. Csak ezzel építsünk egy stadiont jegyében.
No, mindezeket összerakva elhatároztuk itt a röviden, hogy három dolgot fogunk csinálni. Az egyik, hogy felhozunk szintre a tanárokat, hatodik haszakban, és egyáltalán lássák, hogy miért megy ki a játék, tehát hogy mert kiderült, hogy nincsenek semmiféle kapcsolatban a piaccal, soha nem dolgoztak cégnél, vagy ha igen, akkor 25 évvel ezelőtt, egyáltalán nem is tudják, hogy mi folyik a cégeknél. A másik, hogy új kerettanterv kell, ezt most nagyon lerövidítem, abszurdisztáni körülmények között, de elterőszakoltunk egy teljesen új kerettantervet, tehát idén szeptembertől már az folyik, és akkor örömmel jelentem, hogy nem tanítanak már Pászkát a középiskolában. Szóval majd a sírfeliratomra kérem szépen ráírni, mert büszke vagyok rá. És azért volt ez nekem ilyen személyes lesz, mert az anyukám szoftverfejlesztő, és 86-ban a Borland Pászkál feliratú dobozt átvágta a nagyszobán, hogy ez fos. Jó, és akkor a harmadik, hogy az iskolákat segítsük, és én most azért vagyok itt, hogy a segítségeteket kérjem. Minden módon segítsük az iskolákat, és nem álljunk az államra. Van ez az aranyos mém, én a srác éve most már jobb díjat szednék, mert mindenre őt használják, de valóban most, ahogy járom a középiskolákat személyesen körbe-körbe, az jön le, hogy mi mindig nem tudják, hogy mi az, hogy informatikusnak lenni, közben pedig itt az eredeti prezentációban ilyen képek voltak rólatok. De a Facebook ismerőségünk fele az IT is. No. Szóval tudjátok, hogy menő. No. Szóval az a dolgunk, hogy megszerettessük a gyerekekkel az informatikát. Méghozzá két módon. Az egyik, hogy legyen sok gyors kicsi sikerélményünk, tehát hogy nem kell rögtön érteni, hogy mi miért dolgozik, mi miért van, hanem működik és kész, és akkor ez ilyen sikerélmény. Ezt csak azért mondom, mert sikerült olyan dolgokat kiirtatni a kerettantervbe, hogy mondjuk 9-ben, szeptember 1-én algoritmus elmélettel és formál logikával kezdjenek. Ehelyett bevezettük a Scratch-et, meg a webfejlesztés, a Trello használat, meg ilyenek, tehát hogy olyanok, amik is aranyos, gyors túlok, és mindenki. És hogy ne legyen szétszakadva az osztály, mert azt tudnotok kell, hogy egy ilyen szakközépiskolában a gyerekeknek egy része azért megy oda, mert kik, és már általános iskolában már hekkel, tudja, hogy ezt faszett is csináltatok. A másik része az egyszerűen nem tudta, hogy mi leszel, ha nagy leszel, és akkor a szülei berakták, benyomták, vagy a tanár, vagy az osztályfőnök. A harmadik féle gyerek, az pedig úgy került oda, hogy nem vették föl sehova, és a győri központ automatikusan kisorsolta, és így került szoftverfejlesztő szakra néhány diszkalkúliás gyerek is. Nem kevés, 20%-ról beszélünk. Jó? Szóval legyenek sikerélményeik, legyenek álmaik, és legyenek céljaik. Ilyen lett a kerettanterv, és az üzenet, hogy ez a legszexibb dolog a világon, ha nem, akkor is. És most nem árulunk el nekik azokat a dolgokat, amiket nem szeretünk a munkánkban. Szóval, infoterem, mentorprogram, ez egy szakmai szervezet, lobbizunk az államnál, de inkább az, hogy ne szóljanak bele abban, amit most csinálunk. Csinálunk tudásmegosztást, van Facebook oldal, a tanárokat szervezzük most be, egy ilyen csapatban, ahol segítenek egymásnak megérteni az új kerettantervet, amihez egyik sem ért Isten igazából. De kicsit olyan, mint az orosz tanárok, hogy egy leckével járnak előre. Tehát úgy képzeljétek el, hogy tanítaniuk kell JavaScript-et, OP-t, most az új érettségében kötelező vagy Java-ban, vagy C-sharp-ban megírni a programot, nem értenek hozzá nagyon-nagyon sok helyen. Jó? És akkor maga a mentor program a cégeknek, Lici, sajt csak korán menni, az pedig abból áll, hogy a cél az, hogy minden szakközépiskolai informatika tanár, és később majd a gimnáziumok is erről majd mondok egy-két szót, hogy kérdeztek róla, kapjon egy céges mentort. Tehát most, ha visszamentek holnap az irodába, kérlek benneteket, hogy szóljatok a döntéshozóknak, hogy vegyetek részt ebben a programban. A program lényege, hogy tehát az a kérésünk, hogy egy tanár évente egyszer egy napot hagy töltsön el piaci cégnél. Nyilván többet is lehet vállalni, csak úgy fogalmaztuk meg a programot, hogy annyira minimális legyen, hogy ne lehessen nemet mondani.
Tehát itt kell jelentkezni a cégnek a itlp vagy infotanármentor.hu oldalon, és az lenne a trükk, hogy végigcsinál a tanár veletek egy napot. Lássa, mi az, hogy daily stand-up, lássa, mi az, hogy Jira, ahonnan leveszik a taskokat, lássa, mi az, hogy tehát leül mellettetek, mint egy ilyen per programink, és együtt kódoltok, hogyha nézi, hogy mit csináltok. Jó, van egy az NDA-t, minden. Lássa, mi az, hogy Scrum Meeting, taskolási esély, és benne van a tananyagban, hogy agilis szoftverfejlesztési módszertan, hogy a fenébe tanítsa, ha életében nem látott ilyet. Oké? Okay? Tehát, hogy ez minimális ennyi, és nyilván ami a dolognak a lényege, hogy amikor bemegy egy tanár, egy olyan környezetből, amit mutattam, egy olyan környezetben, ahol ti dolgoztok, éri egy kis sok hatás, de másnap úgy megy be, hogy tudja, hogy ha ő most ezt jól csinálja, akkor ezek a gyerekek ilyen helyre kerülhetnek dolgozni. Jó? Tehát, hogy ez lenne. Köszönöm szépen! Kérdés. Valóban a tanár az, hogy megfordítsátok a dolgot, és ne csak a tanárokat vigyétek a cégethez, hanem az iskolai életekre vigyétek be az informatikusokat. Igen, a kérdés tehát az, hogy miért nem viszük be a cégeket az iskolai életekre. Ilyen történik, a cégek, az iskolák maguk is megkérnek cégeket, hogy jöjjenek előadást tartani. Úgy, az igazság az, hogy intézményi kapcsolat rengeteg van, de az a helyzet, hogy nem igazán a legjobb cégekkel. És a másik pedig, hogy az intézményi kapcsolat. Az infotanár-mentor programnak az a lényege, hogy a tanárokat személyükben segítsük. Ő érezze azt, hogy végre valaki foglalkozik vele. Figyeljetek, elmondok egy nagyon rövidet. Az informatikai tananyag, nekik is ez az ötödik változás, vagy nagyon záros, itt ül a közönségben egyik érintett tanárnő. A záros határidőn belül nem tudják át, akivel ezt megbeszélni. Mert az igazgató az egy törésszakos tanár, és a rómaiak jövőre is ugyanazt csinálták, mint tavaly. Vagy a matek. És mindig összevonják, minisztérium is így gondolkodik, hogy a informatika, mint a matek, meg a fizika. De nem, mert a másodfokú megoldó képlet jövőre is ugyanaz lesz. Nem fog változni, nem változik a matek tananyag, főleg nem 5 percenként, ahogy az IT. Ugye? Számokat mondaná, hogy hány tanár van eddig, Igen, 600 szakközépiskola érintett, tehát ahol van informatika tagozat. És úgy van most megcsinálva az új keret tanterv, hogy az informatika alatt leginkább szoftverfejlesztést értünk. Eddig nem így volt. És 200, majdnem 1000 tanár érintett, tehát végül is aki szakos, mert van a közismereti informatikát tanító tanárok, ők is majd azt mondom, hogy jövőre a következő fázisban érintve lesznek. Ezt olyan 3-4 ezer tanárról beszélünk összesen, és jelenleg 250-en jelentkeztek, és csak 30-nak tudtam eddig helyet találni, ha már még senki nem mondott nemet, de így azért vagyok most itt, mert egyesében hívtam föl. Mondja. Azért, mert az iskolák egyrészt nem tudják, hogy hogy kell kommunikálni a cégekkel, és hogy kell levelet írni egy cégvezetőnek is megkérni, hogy jöjjön ki, így aztán marad az ismerős autószerelő műhely. Aha. A másik szint? Most nagyon rövid, de... Igen? Az én kérdésem az a cégekre vonatkozott, hanem magánszemélyekre. Tehát, hogy te ismersz egy menő programozót, akit tudsz állítani, Igen. Az szokott történni, aki részt vesz már mentor programon, mint tanár, kimegy a céghez, megismerkednek, és minden alkalommal eddig az jött le, hogy aztán meghívják egymást, és sőt, gyárlátogatást szerveznek, hogy milyen programeremek vannak, azt itt a honlapon megtaláljátok, csak nem fejtettem ki nagyon részletesen az időrövidsége miatt. De olyan is van, hogy kimennek a srácok, és bemennek az osztályba, és elmondják, hogy mit csinál. Tehát ez
működik, csak a fókusz azt szeretném, hogy az legyen, hogy a tanár érezze, hogy támogatás. Legyen kit fölhívnia, legyen kivel eljönni egy meetupra. Itt a Kriszta tanárnő el tudja mondani, hogy annak idején én elküldtem, hogy tavaly, hogy menjetek meetupra, nézzétek meg, mikor még nem volt ez a program. És elmentek meetupra, és nagyon volt hely, ahol biztosítási ügynöknek nézték őket, mert hogy ilyen nénikék vonulnak, igaz? Nem tudom, hogy ez itt. Kérdés? Az alapkövetelményekhez képest, tehát az alapokhoz képest mennyire racionális az elképzelés? Alapvetően arra gondolok, hogy a cégeket, illetve szerintem nem is a cég megfogalmazás kellene, hanem a freelancereket, illetve a startupokat megfogni az ő kis szavaikkal. Az, ami engem nem győzött meg, mondjuk egy-két hete beszélgettem egy elég melankolikus hangulatban egy informatikai szakközép tanárral, aki nagyon ambíciózus szakmai napot szervezett, megkapta az alapító támogatását, stb. Viszont ott kezdődik a probléma, hogy nem jó az internet. Mi van ezekkel az alapkövetelményekkel, mennyire... Figyeljetek, igen. Én most ezt a 250 jelentkezőt személyesen hívogattam végig, nem vagyok még végig a listán. Megkérdezem, hogy milyen az új kerettanterv, hogyan mehet be, mit szeretnének, miben segítsünk. És valaki azt mondja, hogy én boldogan mondja el, hogy tök jó, múlt héten nagyon jól tudtunk haladni. Miért? Mi volt a múlt héten? A múlt héten volt net. Nem tudok mit mondani erre, azon kívül, hogy hát... de tudom, mit kell mondani erre. Most mi tüzet oltunk. Most mi megtesszük a minimumot. Arra kérlek benneteket, hogy azt tegyétek meg, ami a hatalmatokban áll, amit tudtok. Meg tudod mutatni a tanárnak, hogy hogy kell, hogy a konzolra kiírja a Jávában, nem tudom mit. Ezt meg tudod csinálni. Amit másképp tudsz megcsinálni, mint hogy pártunk és államunk legyen szíves, szerelje föl az iskolákat az alapokkal, és az internet az hagyján, de mondom, klotyó legyen, érted? Akkor azt nem ez a keret, de azt szerintem pontosan tudod, hogy hol kell követelni. Bocsánat, válaszolhatok én egyet a kérdésre, mint tanár. Ja. Nyugodtan, persze, egyébként Tehát csak annyit hadd kérjek tőletek, vagy hogy azt lássátok, hogy az, hogy nincsenek, tehát nagyon-nagyon rosszak a körülményeink, ez tény. De mi ebben megtanultunk működni. Tehát nem tudom, januárban én egy hónapon keresztül táblára írtam az összes C-sáv kódot, mert se a projektor, se a gépek, se semmi nem működött. Mi ebben megtanultunk működni. Nem örülünk neki, de ez a helyzet. Szóval ezt nem tudjuk jobbá tenni, nem is a kompetenciánk, semmi ilyesmi. Viszont abban tudtok minket segíteni, vagy tudtok minket támogatni, tanárokat abban, hogy amikor mi kimegyünk hozzátok, akkor úgy menjünk vissza a suliba, esetleg rendszeresen, én ugye két hetenként járok a mentor cégemhez, minden második héten úgy megyek vissza a suliba, hogy akkor ide nekem a félvilágot. Nyilván aztán belemegy az orrom az összes rosszba, ami van nálunk, akkor lehet így beszélni, tehát az összes szarba beleütközök rögtön, de két hetenként úgy megyek vissza a mentor cégemtől, hogy már megint kaptam egy nyaralás olyan dolgot, amihez egy nem értek, tiszta depressziós vagyok tőle, de utána nézek és azt nézem, hogy most már jobban látom, hogy mire van szüksége a piacnak, és én ezt jobban át tudom adni a gyerekeknek. Az egyik feltevés, hogy osztva vannak a diákok, tehát hogy mondjuk több tanár tanít egy-egy csoportot. És hogyha vannak előre húzó és vannak visszahúzó tanárok. Hogyha nem akar egy iskolában az informatika tanárok, akár egy csoportra eső, jól képzett embereknek az informatika tanára nem ugyanaz, hanem több tanár, és más szinten vannak, akkor nagyon-nagyon lassú a folyamat, illetve hogy nem húzza vissza az a tanár az egész csoportot. Ez egy munkahely, tehát nyilván lesznek olyan tanárok, akik nem lesznek motiváltak. De most azt kéne megfognunk, hogy az a
A tanárok, igen, hogy a tanároknak az a, az a része, amelyik szeretne tovább jutni, az most ne bántatlanodjon el. Figyeljetek, ezt az új kerettantervet, amiről most beszélünk, szeptember 1-től kell tanítani, úgyhogy augusztus 31-én hagyták jóvá, és mi akkor tudtuk meg. És ebben olyan dolgok vannak, amiről a tanárok nem hallottak soha. Tehát, hogy pont azért, mert nem tudom. Helyes, cáfoljatok meg. A második keresztkérdésem, hogy aki agilis tanár, az miért marad tanár? Csak én nagyon sokat tapasztaltam, hogy nem orzsolódtak a tanárok. Azok a tanárok, akik jók voltak, még x év, amikor én ott voltam, akkor is egyszerűen elkezdtek eltűnni. Kevesebb órában dolgoztak, mert ő a szakmájával foglalkozott. Valaki szeret tanítani. Igen, én is van. Igen. Figyelj, egyértelmű, hogyha beviszük a tanárokat az olyan munkahelyekre, amit ott dolgoztok, akkor elgondolkozik ezen az alomozon. Olyan fizetésért, amit egy nap kaptok, nem egy hónapban. És lesznek harci sebesülések, hogy higgyam? Én úgy gondolom, hogy valami tanulság. Mindenki érzi a munkaerőhiányt. Hát nem ilyesgedj. Pálkezdőket viszünk annyi pénzért, mint amennyit tavaly előtt szeniorokat vittünk. És a pálkezdő fizetéssel kezdenek, már olyan munkahelyen, mint bocs, de na. De azért, mert nincs, hát elmenek külföldre, de nem tudom. Meg a másik, hogy megnövekedett az igény egyáltalán, mert a világ olyan, hogy most mindenhol informatika kell, és van, és lesz. Ami a tanárokat illeti, igen, összesen 4000 tanárról beszélünk. Lehet, hogy ebből 500 el fog menni, de én azt akarom, hogy a maradék 3500 ne pászkál tanítson. És én azt akarom, hogy a maradék 3500 lássa, hogy ilyen a Prezinél, a Justrinél, meg az MRC-ban dolgozni. Hogy ez az értelme az egésznek, amiről itt reggel föl kell kelnie. És csak megnem. A cél az természetesen, hogy ezek a gyerekek menjenek a felső oktatásba. Tehát nem arról van szó, hogy holnapra csinálunk magunknak munkatársat. Olyan is lesz, aki nem fogja tudni megengedni, vagy nem olyan a szociális hátteres, stb. Valakit úgy kell visszatartani a középiskolában, nem ennyire a kőbeshez most melózni, mert ott is munkaerőhiány van, és csomó, de hanem tarts ki, és csinálj végig, és nem tudom. De azért a 30-ból 2-t, azt fordítsuk már meg. És ha a tanár úgy megy be órára, szemben tavalyal meg a múlt héttel, hogy itt csillog a szeme, tehát hogy ő maga motivált, akkor ezért könnyebb a gyerekeket motiválni. Hogy nyilván nekünk is, arra a kérdésed, hogy miért maradnánk a pályán, nyilván nekünk is sokkal jobb a pályán maradni úgy, hogyha, és nem a, mert aki tanárnak megy, az nem a fizetésért dolgozik, azért azt tudjuk, tehát nem. Tehát, hogy nekünk is könnyebb úgy a pályán maradni, hogyha azt látjuk, és ezért vagyunk itt, vagy ott a pályán, ha azt látjuk, hogy a gyerekek ezt szívesebben csinálják. Tényleg eddig az volt, hogy 9-ben bementünk, a második héten elvesztettük a gyerekek nagy részét. Most 9-ben az informatika miatt, az új keretmanterv miatt, ott tartok, hogy azok a gyerekek, akik fél évkor még buktak 5-6 tárgyból, és eddig korábban az volt, hogy egyébként évvégén buktak 9 tárgyból is akár esetleg, mert elvesztették a motivációjukat, most ezeket a gyerekeket úgy fogom meg, mint a 20-at. Tehát, hogy azt mondom, hogy nézd meg, itt maradsz velem, csináljuk ezt, csinálják a weblapjaikat, a saját kis, meg csináljuk egy kis projekteket, hogy akkor a saját zenéket megszerkeztik, annak weblapot csinálnak, stb. És egyértelműen javul az összes többi tanulmányi eredményük is. És minket, tanárokat, ez itt tart a pályán. Jó? Utolsó kérdés, de itt maradunk és válaszolunk minden további kérdésre. Gyors kérdés, ezt a program szeretnél mennyire biztosítottak a tanárok, hogy egy közös platformnak valahogy megbeszélhetik azt, hogy hülyen kell egy Hello World Java-ra, vagy éppen tréfákon megírni. De itt van két között a tanár, aki érdekel ezt, és aki ebben fejlődni akar. Igen. Három dolgot csináltunk. Van tanár meetup minden hónapban. Itt ti is gyertek előadást tartani, most ezt mi megbeszéljük utána. Például a NET Akadémia felajánlotta, hogy minden magyar informatika tanárnak ingyenes a
webfejlesztést, a HTML CSS kurzusa, és ez már meg is történt. A harmadik pedig, hogy a Facebook oldalon és ezen a websájton ott van egy ilyen, hogy tanár vagyok, és akkor ott van ilyen, hogy tananyagok, és hogy folyamatosan tesszük föl érettségítétel kidolgozást, házi feladat, ötleteket és minden ilyesmit, és ebben is mind tudtok segíteni. Tehát például a kis projektekben kidolgozott technológiai bemutatókban, PowerPointok, vagy tech prezentben ilyeneket. Jó, és akkor hát köszönöm szépen, elnézést, hogy be egy pozitív gondattal, mert nagyon szomorú volt az egész. Az új kerettanter miatt a legtöbb tanárok itt felhívtam, arról számolt be, hogy kicsöngettek és nem akarnak kimenni, és köszönjük. Köszönjük szépen!